Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a 7 Days to Die Alpha 16 Experimental 28. epizódja. Pont jó kezdés, ránk hajnalodott, és pont rossz kezdés, mert a szomszédnak eszébe jutott, hogy éppen most kell levágni a füvet. Előre is sorry, hogyha hallani fogjátok őt a mikrofonon keresztül. Nem részletezem, hogy mennyire vagyunk jóban. Na mindegy. A lényeg az, hogy este itt tettem-vettem egy kicsikét, és rájöttem egy furcsaságra. A medikit elkészítéséhez égési időre van szükség. Na, ezt megmagyarázza nekem valaki, hogy miért, azt megköszönöm. Tehát ő... Miért kell égnie valaminek ahhoz, hogy a medikit elkészüljön? Tehát ezt csak így igazából összepakoljuk, nem? Tehát így nem tudom, hogy miért. Mindegy, a lényeg az, hogy csináltam néhány medikitet, egy first aid kitet, ha így jobban tetszik. Jaj már! Készülj el! Hogy... ha más nem, akkor eladni... elég szép áron, de amúgy is kelleni fog, ha jól ismerem magamat. Úgyhogy, apá, ezeket csak egyelőre ide behajgálom. Arra gondoltam, hogy megyünk még egyet lootolni. Ezúttal egy kicsit jobban fölkészülve, összeszedve magunkat. Úgyhogy kiteszem mindazt, amire nincsen szükség. Erre se. A fát magamnál hagyom, mert lehet, hogy frémeket majd kell gyártani. Ettem is és ittam is, úgyhogy szerintem akár indulhatunk is. Így van. Elég jól vagyunk. Úgyhogy menjünk. A célpontom pedig nem más, mint az a város, amelyik ilyen havas tájon volt. De már nem emlékszem, hogy merre láttam, az a baj. Igen, a távollátásnak, itt volt, nem. A távollátásnak az egyik hátránya az, hogy bár látom ott a havas területet, meg minden, de nem látom a térképen a várost, amit láttam, úgyhogy felejtős. Szerintem akkor maradjunk a már jó bevált zöld citynél. Tudom, hogy még jó sok mindent lehet onnan összeszedni, úgyhogy nem is húzom az időt, menjünk akkor vissza. Moci milyen állapotban? Tökéletes. Na, az előbb kinyitottam. Ó, oké, mindegy. Egy kis benzint töltöttem volna rá, de szerintem útközben is találhatunk majd annyit, amennyi elegendő lesz. Nem értem mondjuk ezt a medikítés dolgot. Jó, az persze vágom, hogy valószínűleg a játékmechanika miatt van így, hogy ugye akármit is készítünk a Chemistry Stationbe, annak égési idő kell, mert úgy működik a Chemistry Station. Valószínűleg emiatt nem lehetett máshogy megcsinálni. De... hát, fura. Minden esetre. De szerencsére nem sok égési idő kell. Láthatok, hogy 5 másodpercre még szenet se akartam elcseszni, néhány ruhadarabot elégettem. Tudom, hogy valakinek szúrni fogja a szemét, valakit viszont annyira nem érdekel, mint a másnapos zokni az ágy mögött. Mindegy, én most így csináltam, 5 másodpercre nem akartam 20 másodpercnyi égési időt elcseszni. A ruhából meg úgyis annyi van, mint a nyű, hiszen a zöldet, meg a fekete, meg a katonai ruhát leszámítva mindent bezúzok. Ezt a kisebb városkát, falucskát már ügyek átnyálasztuk. Úgyhogy itt már meg se állunk. Összeszedtünk mindent mindenhonnan. Minden házba voltunk már, minden ajtót berúgtunk, minden zombit lecsaptunk, és még a gördeszkapáját is kipróbáltuk. Ott a sitting. Nagyon jó. Egyikötök kérdezte komment szekcióban, hogy megyek-e nagyvárosba lootolni. Haver, amint találok egy igazi nagyvárost, lootolom. Mármint olyan nagyvárost, ugye tudjátok, aminek a megégett biomon lenne eredetileg a helye. Tehát igazából ez is egy nagyváros. De gondolom nem erre a nagyvárosra gondoltatok, mikor nagyvárosra gondoltatok. Hanem arra a tipikus 0-0 koordinátán lévő lerombolt igazi Big City-re. Hát, hogy föl kéne mászni arra az építkezésre. Mit gondoltok róla? Mármint nem arra, hanem a kisebbikre, amin a darut láttuk. Amelyeknek nincsen oldala, csak ilyen vaspillére. Már most rosszul hangzik, hogy nincsen oldala. Ajajaj. Hát nem tudom. Próbálkozzunk meg vele. Végül is sok mindent nem veszíthetünk, max meghalunk. Ez nem az volt. A másik kell. Várjátok, az viszont akkor hol volt a túloldalt? Hát ez vicces. Mármint... beszorult a piskótot allér a fogam közé. A piskótot allér. Hogy?
Nem volt időm reggelizni, mert most gyorsan Settibe elkészítek egy videót, aztán már megyek is dolgozni. Hát, Settibe, 1 óra mennyire Setti? Hajj, malacka! Te most csak azért maradsz életbe, hogy néhány darab husival ne kelljen itt mászkálnom, egyébként vinnélek magammal. No. Megállunk here. Ja, egyébként láthatjátok, hogy felfejlesztettem a macsetét, meg ugye a compound bow-unkat. És mindent kipipáltam kékre, amit csak tudtam. Hello, construction worker. Ezt élből scrappelted volna, Lonin, mindegy. Még világításunk is van. Az az egy szem toll az. Az ide most nagyon nem kell nekünk. Ah, mégis. Valaki oda bent van. Éj, ledöltél kicsit pihenni? Hát milyen munkaerő vagy, kérlek. Wow, most viszont meg kellett volna, hogy üss és nem ütöttél meg. Ez gondolom kompenzálás azokra az esetekre, amikor megütöttél, mikor nem kellett volna. Az jó, szeretem, mikor ilyen felemás igazságos a játék. Oh yes, imádom ezt a nyilat, mondtam már, meg íjat. Gyönyörű, egyszerűen fantasztikus. Annyira vártam már, 8 alfa óta, körülbelül. Mindenki csak itt heverészik, én is ilyen munkahelyet akarok. Lefekszel, azt el vagy. Ó, ezt én lőttem mellé, ezt aláírom. What? Ezt viszont nem. Oké, vegyük, miért ne? Egyelőre van helyünk. Szétnézünk az alsó szinten, ez nem olyan nagy épület, hogy ne tudjam most gyorsan átvizsgálni. Algád nyúlik a szám, elnézést. Hopp. Oh, az egér érzékenység. Igen, tegnap este PUBG-ztam egy 2-3 kört. PlayerUnknown Battleground. És hát ott föl kellett egy kicsit tekernem a dolgot. Jó volt egyébként. Kettő kört játszottam, mind a kettőben top 10 voltam, úgyhogy örültem neki. Hát te hogy az anyádba kerültél oda föl? Na, oda bent, ki van, azt leintézik, mert szétveri az összes tárolót! Hello, naked lady! Hopp, na így maradj! Ez így tökéletes. Nem mutat semmi explicit tartalmat. Egy darab tojás. Oké. Nem kell? Hé, egy szép! Jéj! Azt hittem bejött valaki. Nagyon olyan hangja van, mint aki itt mászkál mellettem. Ez már megvan. Jó. Ah, itt van a csajszi, oké. Okay. Oh, fent volt! Hi! Szem víz. Na jó, úgy vélem, hogy az alsó szint az úgy van kipipálva. Oh, wow, oké. Okay. Miért érzem úgy egyfolytában, hogy ez a rossz ötlet? Mármint fölmenni. Ó, oh, láttátok azt? Ho-ho, rejtett erszény, ami üres, ráadásul. Na jó. Hát más utat nem is nagyon látok fölfelé, mint a... Várjátok, itt se látok utat. Hogyjaj, hogy kell ide fölmenni? Nem mondjátok, hogy végig kell frémeznem az egészet. És a daruba sincs följárat? Sok sárga cuccra azt hittem, hogy valami létre, de nem. Leave. Nem, nem leave-elünk. Hoppá! Ezt a néhány... Shit. Ezt a néhány ládát átnézzük. Ott a létre. Jól láttam, hogy láttam valamit. Ah, nem mondtam, ezt mondtam. Benzint azt fogunk találni. WC. Oké, ezt akkor be is dolgozzuk a motorba, hogy nem. Hogy ne cipeljük magunkkal. Szerintem bele is tudjuk önteni majdnem mindet.
Ne, mindent, oké. Jó, jó, lampion, tojás, többiből szerintem fogunk még találni. Na go! Nézzük azt a létrát. Azt látom, hogy ugrabugrába kell följutni. Ezen nincsen izé. Úgyhogy innen fölküzdjük magunkat. Nem, ez túl nagy jump. Ezt nem tudja megcsinálni a karakter. Aha. Oké. Okay. Ó, ez is majdnem lábtörés volt, éreztem. De ezúttal megúsztuk. Olyan rossz érzésem van, tuti le fogunk esni. Na mindegy. Frame. De jó, hogy magammal hoztam a fát. Oké. Egy. Na, ez már jó. Itt a lámpa. Hú. Na. First floor. Első emelet. Láó, hey, ho, hi, hú. No, oh, shit. Oh, wow, oké. Okay. Master dodge. Mini bike handlebar. Jó, amíg van helyem, addig magam, ha viszem. Ez nem is kell, ez mi ez? Blueberry seeds. Tudunk szerezni, nem szükséges. Ó, oh, Jimpy jump lesz jobbra-balra. Oké, okay, oké. Okay. Na jó. Kék lámpa. Fuck. Na most aztán nem indokolatlan a sok izé. Mindjárt összerakunk útközben még egy motort. Itt már nem indokolatlan a sok worker zombi. Amíg nem jön feláll, addig szerintem nem lesz itt gond. Hol vagy? Oh, nem is jött le. Oké. Okay. Ez tré volt. Most jó. Hm. Spórolunk egy kis helyet. Persze, rekedjünk be még. Workstiff. Oh wow, rebar frame. Magammal viszem, mert ezzel dolgozunk. Steel shovel. Amíg van hely, addig megtartjuk. Ez pedig üres. Ki tudja, lehet, hogy majd le kell pótolni betonelemeket. És akkor jól jöhet még. Már régóta nem használom, mert fát is elemészt, ugye, amikor letesszük. De most már nincsen gondunk a fára. Úgyhogy viszont csak 10 beton kell hozzá, hogy vasbetont készítsünk belőle, úgyhogy ja. Igazából, ha van elég vasunk, akkor megéri vele dolgozni. Mert ugye acél baltával már nem annyira nehéz fát szerezni. Ha van elég vasunk acélbaltára, oh, hi. Akkor megéri ebben a frame-mel is dolgozni. Halvára. Ez látszik a konyhás nénire, mindig van valami kaja. Oké. Okay. Jó, akkor valószínűleg erre megyünk tovább. Már ha nem ragadnék be. Hol vagy létre? Ott! Oh, egyből megtaláltuk. Jó, eddig tetszik az építkezés. Azt kell, hogy mondjam. Meg vagyok elégedve a loot-tal is. Vicces, hogy mennyire vadásztam régen ugye a Workstiff Hard, meg az ilyen boltokat. Most már ezek az építkezések lesznek, úgy látszik a mozgatórugója az igazi loot élménynek. Hoppá, és itt is már készültek a Defendre. Igen, egyébként valami hasonló építkezésbe vackolnám be magam, ugyanis a zombik nem igazán jól nyomják a parkourt, meg a mászást, leszámítva egyet-kettőt. Úgyhogy lehet, hogy a sok lyuk, meg a sok esési lehetőség jobban megvédene, mint a fal. Egy újabb level up. Green? Green. Nagyon jó. Néhány boxes. Jó, ez itt semmi. Itt át egyensúlyozunk. A vasgerendán. Potyka. Jó van. És itt a következő följárat. Hát te hogy kerültél ide? De most már ott maradsz. Hey! Ó, oh, csak le kellett volna vadásznom azt a disznót. Francba. Na majd visszafelé. Remélem még itt fog kószálni. És itt egy börtön.
Mikor már megemlítettem, hogy egyre kevesebb börtönt látni. Ha! Cool. Hát, hogyha marad még időnk, akkor átnézzük azt is. Zsír. Go. Az ott mi? Ez mi ez? Titkos szoba? Holy. És meg lehet, hogy nem is tévedek. Oh! Shit! Marad! Nem ugrál! Az még nem halt meg. Hajd már meg! Na! Hát, hányszor kell téged szétvágni? Miből? Ez cloth fragment, jó, akkor scrappeljük. Oh, wow! Egy kis bevackolós szoba. Ez tetszik. Hát de szépen beálltatok sorba. Village people. Mondom, összerakok egy minibike-ot, még hazaérek. Ez durva. Na, itt kell még följebb menni. Úgy látszik, meg is éri, mert innen oldalról át kéne vernem a téglafalat. Föntről meg lehet, hogy van bejárat. Na. Jaj, nem áll megint a létra bug. Eresz. Le fogok esni, basszus. Érzem. Hű! Ó, ez csak ruhaanyag. Nem is, ezért poli, vagy plastikot, műanyagot kapok. Mi ez? Valami vász? Izé fal, ilyen. Nylon fal. Ó, tudom mi lehet ez. Ez az a porfogó, vagy mi a nyavajának nevezik. Az épületi építkezés, ugye a építkezés porát. Na végre. Tartja távol a környező épületektől. Lila szoknya. Epic. Ne haragudjatok meg, de azt valahogy nem igazán akaródzik fölvennem. Tudom, hogy lecsaphattam volna, de szeretném egy kicsit az íjászatot is fejleszteni. Ó, tudtam, hogy fentről kell jönnöm. Húj! Oké. Okay. Ó, fuck. Most jön a... most jön az izgalmas része a dolgoknak, gyerekek! Azt még innen elintézzük. Azt mondja, hogy get out. Onnan talán át tudok ugrani. Holy shit, ez durva lesz. Most nyomnám a quick save-et, ha lehetne. Megéri ez nekünk? Fuck you, egy akna! Várjátok, nem látom a célkeresztemet. Holy moly. Hi. Innen kéne oda átugrani. Azonnal, de rögtön. Oda lent van egy táska. Oké, föntről is meg tudjuk nézni, üres. Oké. Jó. Jó, jók vagyunk. Fuck, 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 fuck! Öreg anyád! Dög! Hoppá, alkálkatrész. Még egy dög! Most már bánom, hogy nem váltottam slagra. Jesus! Oké, okay, úgy látszik a felső emelet az lájkol minket. Nagyon. Hi. Hi! Miért ilyen sietős ideföld mindenkinek? Fuck you. Hagyj már meg. Amúgy eltalálnám, a sokat segíten az ügy érdekében. És bleeding. Anyátok, valagát! Oké. Hű. Jó. Ez már megvan, viszont elég jó áron pörög, úgyhogy eladjuk. Ezt megesszük. Piával hogy állunk? Hadilába. Pótoljuk egy kicsit a wellness-t, amit ugye belénk pofoztak, illetve lepofoztak rólunk. Jó, egyelőre okék vagyunk. Na, haladjunk. Haló? Még több szemétláda? Új, itt egy lejárat. Ah, oh, ez visz le a... oké. Okay. Oh, shit. Ha, azt hitted mi? Te még nem vagy halott. Most már igen? Oké. Okay.
Nagyon jó. Te kellenél. Mondjuk az üveg helyére. Azaz. Jó. Itt fogunk majd lemászni. Egyéb kellemetlenkedő? Van. Kéne lövöldöznöm a robbanós holló Robbanós holló! Igen, robbanós hordó mellett így bőszen. De egyelőre jók vagyunk. Oké, van még egyel följebb. Ha megnézzük először az egyel följebbet. Mert valószínűleg ott lesz a lájtosabb loot. Holy shit, lealózt! Mi a? Lőszeres láda? Jesus! Passzus! Akna! Oké. Nem láttam az aknát, abszolút nem láttam az aknát. Hát igen, mondjuk itt másztam föl, ott volt az akna, úgyhogy ja, ezt beszívtuk, viszont azt is tudjuk már, hogy 160 életerőben túl lehet élni. Which is nice. Ouch. Hogy néznek ki a ruháim? Hát azt hiszem elég sokat köszönhetek a katonai lábvédőmnek ezúttal. Ow. Oké. Okay. Team Z player. Na, hát akkor fat loot. Nézzük a munition boxot először, ez még mindig sokáig tart kinyitni, ugye a régi szép idők emlékére. Oké, ez megizzasztott, nehezebb volt, mint amire vártam, mármint ez az egész épület. Jó, a steel shovel, a scrappy, visszük magunkkal a lőszert. Workstiffes. Wow, 13 relay, azonnal visszük haza. Jó, ez annyira nem vészes nyersanyagban. Meg ez a gunpowder se, úgyhogy ezt beszedjük. És hát szerintem ezt is bezúzhatjuk. Ó, mondjuk elég drága. Jó, legyen ez. Legyen az. Couch. Ja, ezek vasak és paintbrush. Paintbrush van otthon, úgyhogy. No room. Mit zúztam, ami 300 vas? Mi volt ez? Valamit nem... mindegy. Oké. Okay. Ez most komoly. Oké, okay, a világító torony... vagy a világító torony, a gyárkémény felé kell arra fel elindulnunk. Ja, nagyjából. Jó. Összeszedjük, illetve megpróbáljuk összeszedni. Paint. Festéket könnyű csinálni. Virágok kellenek hozzá jóformán, meg víz. Az igen! Az a WC. Basszus, ne! Ja, hogy jó, az ilyen destroyed cucc volt. Oké. Okay. Wow. Hello, cement mixer. Jó, akkor úgy látszik idefent meg vagyunk. Ne feledkezzünk meg a bónusz kis szobáról. Én ne feledkezek meg a bónusz kis szobáról, valószínűleg ti már tűkön ültök. Ombik nincsenek. Viszont van egy lagd zubonk. Wooden club, really? Oh, wow. Scrap, scrap. No! Ah! A rejtett nénikédet! A rohadt rejtett nénikédet! Oké, okay, most megállt bennem az ütő egy pillanatra. A kurva életbe. Mármint csodába. Szivat a játék, komolyan mondom. Kész vagyok. Nagyon durva. Jó, ezekből van otthon. What the fuck? Ezekből van otthon. Ez mi ez? Warehouse Outdoor Light. Anyám betyár mindenit. Na jó. Mennyiből tart itt kirágni magunkat? Hű! 6000? Miféle tégla ez? Vagy betonfal is át van festve. Valószínűleg igen, ez a valószínűbb. Azt mondja, kell nekünk néhány frame, hogy kijussunk. Vagy ledör.
Csináljunk akkor ledört. Méghozzá 1, 2, 3, 4. Ja, nagyjából 4-et. Aha, ez fa. Át volt festve. Amúgy csak úristen itt. Hát ez szép. Oda kell akkor egy 6 darab. Nem lesz helyünk. Egy pillanatra ledobunk ide majd valamit. Mondjuk ezt. Amíg megcsinálom a létrákat. 3, 4, 5 és 6. Jó. Visszavesszük a dolgokat. Ezt, hát mi ez? Szerintem nem nehéz csinálni, úgyhogy... Oké, az miért lecsárga? Levágjuk még, mielőtt bármiféle kellemetlenséget okoz nekünk. Hát ez durva volt. Hivatalosan is rám hozta a frászt a játék. Ez a lezuhanósdi? Hát nem gondoltam volna. Erre nem számítottam egyáltalán. Úgy itt le fogunk pottyanni. Valamiféle hülye rejtett fa, vagy álca... Nem már! Jó, oké, tehát ezek itt mind booby trappek. Jól van. Akkor csak az a biztonságos, ahol a tüskék vannak lerakva. Csodálatos. Azt nem néztük meg, ugye? Really? Really? Jó, most már túl sokszor úsztam meg a lábtörést ahhoz, hogy ezt megkockáztassam még egyszer. Az megvolt, ez megvolt, ez megvolt. Jó. Arrafele kéne menni, amerre nem tudok. Úgyhogy szerintem... Shit. Frémekre lesz szükségem. Akkor még valami tömeg kell szabadulnunk. Jó, legyen a balett. Casings. Basszus, szivat! Izzaszt a játék rendesen. Ó, és ezt meg kell várni, banyek. Ha csak innen nem tudok valahova úgy lemenni, hogy ne fájjon. Végül is de, meg tudom oldani. Némi tüske eltakarításra van szükség, de egyébként nem vészes a dolog. Innen átugrunk arra a vas gerendára. Aztán jöhet az airdrop. És ha még marad időnk, meg helyünk, ami szerintem nem igaz, akkor megnézzük a börtönt. Mondjuk azt már... Valami omlott az épületből lefelé. Nézzük, melyik a leggyorsabb út lefelé. Na jó, maradjunk annyiban, hogy nem a leggyorsabb, hanem a legbiztonságosabban gyors út lefelé. Mert le lehetne jutni másodpercek alatt, csak hát ugye... Abban sokra nem megyünk, ha meghalunk közben. Lehopp. Oké. Oda. Keresztül masírozunk, hogy mesés. Kíváncsi lennék, hogy az épület leomlik-e, hogyha elkezdem kicsapkodni a pilléreket. Egész biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy hogy néz neki. Na, motor, ledobunk néhány lootot, és megyünk tovább. Megkeressük az airdropunkat. Jaj, kicseréltem a izét. Igen, a shift click itt nem a barátom. A barátom csak a medvesajt. Tök jó sok cuccot kaptunk, aminek hasznát fogjuk venni később. Jó. Na gyerünk, nézzük, hogy megtaláljuk az airdropot. Jó öreg börtön. Ez egy igazán jó kezdőhely lett volna, hiszen innen kimászkálhattam volna lootolni folyamatosan. De, ja igen, időnt voltunk, jó van. Még voltam is itt, és nem vettem észre a börtön. Hát szép. Na mindegy. Gyárépület. Ezt is érdemes lehet átnézni olajos hordók után. És akkor valamerre... Erre? Erre hullott az airdrop. Ja, ott van. Megvan. Got it. Yeah. What? Oké, most meg eltűnt. Jaj, jó. Megvagy. Zsír. Mit van? Szó. Na, hát még van egy kevés csak időnk, úgyhogy megszabadulunk néhány nem szabadulunk meg néhány fölösleges, több majd, hogy nem tele vagyunk. Oh my god. Na jó. Rás B, aztán megnézzük azt a börtön. Tudom, hogy van benne néhány safe, meg néhány doboz. Gun store-os doboz. Úgyhogy már csak ezért is szeretném mindenféleképpen a börtönnel folytatni. És rengeteg builder van itt.
Úgyhogy ezt is feljegyezzük magunknak. Vissza lehet jönni builder farmolni. Csak az a baj, hogyha ilyen városhoz ennyire közel farmolok buildert, akkor egyfolytában készítést érzek arra, hogy bejöjjek és a várost lootoljam. Ah! Oh! Nem! Pucér néni! Vidd innen magad! Ez volt a... izé? Ranger Station. És akkor itt a börtön ablaka, ahova nem süt be a nap. Stop! Oké. Okay. Oh. Az még a fa volt. Hello? Nerdig lesz. Igen, a börtönben rengeteg nerd dolgozik, tényleg. Ajaj. Valaki be akar gyűnni. Na, majd legalább megdolgozza nekünk egy kicsit az ajtót. Az a két kis ferázombi odafent azért rámozta a frászt. Ó, ezt még nem is tudjuk. Mármint úgy értem, hogy olyan szűk helyen ilyen gyors zombikkal harcolni nem épp a legkellemesebb dolog. Elhagytam néhány képkockát. Mitől vagyok ennyire belassulva? Előre is bocsi. Nem tudom, mi okozhatja a lassulást. Na. De legalább a szomszéd abba hagyta a fű. Jó, shit, feráll! Oké, át kell szoktam arra, hogy ezeket a gyorsakat hívjam Ferálnak, és azokat, akiket eddig Ferálnak hívtuk, Wrightnak, ugyanis az most a hivatalos kecses-becses neve. Úgyhogy Ferál, a gyorsak a Ferálok, a csúnya zombi meg a Wright. Jó. Nehéz volt az a Pogue zombikat is átnevezni Pogue zombikká, vagy Crawlerré számomra, mert ugye addig ők voltak a sikoltók. Na persze! Most is még sikoltanak, csak nem az a hatás, ami a sikoltó zombik sikolja. Mármint értitek? Remélem. Ez itt egy... sámli őrtorony. Oké, okay, üres ortorony. Azokat is meg kéne nézni. Ott van valaki. Halló? Oh, imádom az íjat. Gyönyörű. Jó, akkor vissza. Vissza kettő padló. What? Oké, okay, odakintről még szórakozhatok. Nekem a főépület kell, kérem szépen, alássa. 299 HP együttésből? Oké, okay, szeretem azt a csákányt. Ó, oh, és végre lecserélték. Nice. Tetszik. Te miért nem vettél még észre? Viszont az még elég bugosnak tűnik, hogy a börtön ajtók úgy látszik mindig nyitva vannak. Nem hiszem, hogy ez játék mechanika, ez szerintem egyelőre csak így van kitalálva. Egyelőre. Oké. Okay. Tehát ezek mint hogyha nem spannolnának bezárva. Ja, oké, okay, lecsaptuk egyből a fát is róla, érdekes. Jó. Mosoda, itt van lent. Oppá, black short. Ráadásul zöld. Na, szedjük fel ezt a pár csúnyaságot. Csinálunk belőle otthon műtrágyát. És még van elég helyem, úgyhogy elfér. Jó. Aztán majd szép lassan hazafelé fordítjuk a hajórát. Háj, hopp, ott egy hoppá! Ott egy fertőzött spider zombi. De szerencsére volt, hogy kedves, és kidugta a hülye fejét az ajtón keresztül. Halló? Nem tudom, hogy meghalt-e, szerintem igen. Nem. Mindjárt intézkedünk ez ügyben. Egész jó lett az animációja. Mármint ez a zöld trüki animációja. Feral Radiated Spider. Oh, Feral is volt egyben. Hmm. Azt nem láttam, csak azt, hogy kalimpál. Gyere ki, pajtás! Gyere ki a büdös haverod mellől. Ott van valaki. Ceki vagy? És mit keresel itt? Get off my lawn! Ez az.
Tehát nem csak, hogy sugárzó volt, hanem feráll is, mégse volt nála semmi extra loot. Hoppá! Széfek hegye. Oj! Stukker és egy green hoodie. Jó, ez a pár stone, ez nem kell. Ez a sandwich szint úgy nem kell. Imádom ezt a játékot. Ajaj, jön a hapci. Ah, bocsánat. Jól van, Gunpowder-től megszabadulunk, SMG-ből sokkal jobban adja. Na, itt szétkapirgálok néhány széfet, hogy ne kelljen velem végigvárnotok, aztán majd mindjárt jövünk. Jó, kinyitottam a széfeket, lássuk mi van bennük. Ha, ezüst. Ez sok pénz, viszonylag. Darabja, nem. Darabja kettőt, na jó, oké. Mi legyen? Papír, papír abszolút nem szükséges most már, úgyhogy felejtős lesz. Shotgun short. Short shotgun-t annyira nem használok. Duct tape-et rengeteget tudok csinálni. Jó, legyen ez. Ezt pedig legyen a... Nem tudom, annyira vagyunk szomjasak. Jó, még nagy... nem nagyon... Ez is elég drága. Mit dobjak el? Lead. Lead az kell. Jó, az a néhány cloth fragment, ez nem adja. Na, következő. Az megvolt, az megvolt. Ez is elég drága. A papír az nem kell. Viszont a hunting rifle receiver az jóféle. Jóféle cucc. Legyen inkább a short helyett ez. És akkor ez sem ér most túl sokat, ez a pár darab, úgyhogy legyen ez. Az csak a pénz miatt tart, a pénz csak a pénz miatt tartottam, meg ki gondolta volna. De bent voltunk, az a fürdő. Ide fent pedig, ha minden igaz, akkor csak cellák vannak. Ezeket még gyorsan átnézzük, aztán szerintem elindulunk hazafelé. Elég jó volt ez a run, elég sok cuccot szereztünk, és viszonylag jókat is, úgyhogy egy szavam nem lehet. Még egy lila szoknyát is találtunk. Ami az a fontos dolog, tehát... No. Jó, mondjuk az előző lútrámba találtunk, vagy hány? Három vagy négy lila dolgot? Quality Joe 4-es nélkül. Úgyhogy szerintem jó volt ez is, az is. Majdnem van hiteik az ajtót, ez durca. Az mi az? Favelez Academy. Ó, igen, a suli, ez suli, a suli. Abban a toronyban voltunk, átmegyünk a másikba. Shut up. Megnézzük, hogy itt van-e valami. Ja, ugye ebben nem is lehet. Ja, de innen. Jó, oké. Shit. Nem, ez már csak ilyen, semmilyen torony. Még úgy emlékszem, mint hogy valamelyikben lenne ide fönt egy táska, de ebbe se vagyok már biztos. Nem, nincsen. Itt kilőttünk ugyan egy zombit. Valami, vagy kövér zombit hallottam, vagy rendőrbátyját. Ott van még két zombi, de ezek már igazából nem nagyon lényegek. Na, akkor induljunk meg hazafele. Aztán otthon majd összegezzük itt a... Ó, Dagi. Még adok egy utolsó esélyt a lootodnak. Eddig még nem volt nálad túl sok jó cucc. És ezúttal sincs. De én azt mondom, hogy már a fullos compound bowért, mármint a full egybelévő compound bowért érdemes volt kijönni. Jó az a város, biztos, hogy vissza fogunk még ide jönni lootolni, hiszen még a nagy épületeket sem... Jaj! Shit. Hiszen még a nagy épületeket sem néztük át teljesen, csak belekukkantottunk, hogy milyen... Miért erre jövök, mikor arra van az otthonom? És van rengeteg kis ház, amit át lehet még nézni. Hogy egészen biztos visszajövünk még ide. Hát, ha nagyvárosnak nem is mondható, de... Mondjuk egy vidéki nagy falu. Két felhőkarcolóval persze. Ami azért eléggé nem falus, de mindegy, ne akadjunk most fönt a részleteken. Ó, itt van az a bazi nagy hasadék. Tetszik, ha előbb találtam volna meg ezt a várost, akkor egészen biztos, hogy ennek a közelébe telepedek le. Jobb szeretem még mindig a zöldet látni magam körül, mint azt cseppés dolgot, ugye, ahol jelenleg vagyunk, de... egy rossz szavam sem lehet. Hiszen... Arról volt szó eleve, így is megúsztam a havast, mert ugye nem találtunk elég nagy havas tájat ahhoz, hogy oda tudjak telepedni, legalábbis a játék elején nem. Azért persze majd, hogyha kijövünk az experimentál verzióból, akkor megpróbálom magam még jobban tartani a
a beígért dolgokhoz tényleg megpróbálok keresni. Legalább egy-két napig rászánom magam, hogy keressek havas területet. Bár ugye amíg gyalog van az ember, addig sokkal-sokkal nehezebb felfedezni a tájat. Úgyhogy igyekszem majd egy kicsit gyorsabban összerakni a minibike-ot. És ideiglenes házban átvészelni az első pár napot. Már csak azért is, hogy havastájon tudjunk ténylegesen letelepedni. És nem akarok hegytetőn havastájon, tehát valami sík havastájon, ahonnan nem kell mindig félnem, hogy le fogok zakózni. Most már egy kicsit jobban parázok az zuhanástól, hiszen úgy látszik, hogy a lábtörés gyakoribbá tették, vagy a falling damage-t, hogyha úgy tetszik, a zuhanási sebzést, azt megnövelték a fánpimszék. Mások is jelezték ezt komment szekcióban, hogy ők is úgy vették észre, én is, mert olyan helyekről ugrok le, ahonnan ugyanúgy leugrottam eddig is, és mégis lábam törik, úgyhogy lehet, hogy kicsit megtweakelték, nem tudom, nem olvastam utána a devblognak, azt akartam, hogy meglepetésként érjen a játék, de mivel az experimentál folyamatosan pörög, ezért most már, hogyha lesz egy kis időm, akkor majd beleolvasgatok, és megnézem, hogy mik azok a dolgok, amiket éppen pöcögtetnek és buherálnak a srácok odafönt. De egyébként meg nincsen semmi problémám az experimentállal. Egész szépen fut, crash-en még csak egy volt. Kétszer-háromszor fordult elő az, hogy nem töltött be a játék, tehát hogy megállt a creating player-nél, és így megállt az egész történet, tehát nem csinált semmit. De alapjában véve ahhoz képest, hogy alfa és experimentál egészen stabil. Úgyhogy, ja, haladunk szépen a stabil version felé. A csapdák azok nagyon tetszenek, tehát az abszolút megvettek engem kilóra. És már tervezem a következő épületemet. Ez a garázsbeálló, ez nagyon tetszik, úgyhogy lehet, hogy valami hasonlót létre fogok hozni ott is. Csak azt nem tudom még, hogy mennyire zárják ki a zombikat a föld alatti dolog. Mert sokan kértétek, már sokan mondtátok és sokan javasoltátok, hogy föld alatti bázist megérné nekem létrehozni, mert hogy ugye a zombik elhaladnak fölöttünk, hogyha elég mélyre vagyunk ásva. Én ezzel nem szeretnék élni. Jézusom. A macska fölugrott a... Bolond vagy, macsek? Szője, föl akarta húzni a redőnyt. Tiszta bolond. Na. Hát éljek azzal, hogy föld alatti bázist telepítek. Én ezt nem szeretném, mert ez elveszi a játéknak számomra a savát, borsát, tehát hogy... Ugye, hogy túl kell élni a zombi hordákat, meg ilyenek. Ez nekem fun. Meg igazából sokatok nincs ezzel, valamint így van ezzel, tehát hogy szeretné lootolni is a hordát, amit megöl. Abszolút egyet tudok vele érteni. Ez mi volt? Ja, napszemcsi. Abszolút egyet tudok ezzel érteni, mert ha nem is mindent, de valamit szeretne az ember zsebre vágni a hordából, amit túlél. Úgyhogy nem igazán akarok föld alatti bázis létrehozni, viszont föld alatt itt olyat, ami viszonylag föld közelben van, és könnyű kiföl és lemászkálni, úgyhogy közben a hordából is kapunk. Ezt mindenféleképpen szeretnénk kipróbálni. És nem tudom, mennyire véd meg az, hogy a föld alatt vagyunk. Tehát, hogy a föld alatti bázist építek, viszont csinálok egy nagy nyitott bejáratot, amit bevédek csapdákkal, az vajon meggátolja a zombikat, hogy megpróbálják magukat átrágni a földön, és rácsócsálnak-e az ajtóra. Tehát, hogyha teszem azt, ez az egész komplexum a föld alatt lenne, viszont a garázsbeállóm az ugyanígy nézne ki, tehát ez itt lenne egy nyitott tér, itt pedig nem lenne fölöttem semmi, akkor a zombik megpróbálnának bekerülni innen, vagy átrágnák magukat a földön. Mert ha a földön átrágják magukat, akkor nincs értelme a föld alatti bázisnak, mert nem tudom védeni magam afelől az irány felől, ahonnan jönnek. Viszont ha nem támadnak semmit, ami a föld alatt van falon keresztül, csak megpróbálnak bejönni a bejáraton, akkor viszont aznak nagyon örülnék, mert akkor le tudnám szűkíteni a védekezési fókuszt erre a 5-6 blokkra, ami ott van lent. És akkor ténylegesen oda érdemes lenne csapdákat telepíteni, és akkor csak azt védeni. Mert ugye, ha minden úgy működne, mint régen, úgy olvasszunk már befelé cuccokat, hogy ne maradjunk le. Minden úgy működne, mint régen, és lehetne a zombikat ugye arra az egy spotra csalni az ajtóval, arra az egyetlen egy kis helyre csalni az ajtóval, akkor megérné olyan föld alatti bázissal majolni. Jó, azt a néhány leadet, ezt gyorsan bedolgozom. Úgyhogy nem tudom, ezt is még valahogy le kell tesztelnem, nem tudom, hogy fogom tudni, vagy hogy fogom-e egyáltalán tudni, de majd erre is kitalálok valamit. Azon gondolkodom éppen egyébként, hogy a legutóbbi lootomat, azt én fölhordtam a ládából, vagy csak behaigáltam mindent, és ott felejtettem. Nem, behordtam. Jól van, akkor ezzel nincsen problém.
Kihozzuk a mociból is, amit... Ó, nem rossz ez, nem rossz ez. Oké. Okay. Azon gondolkodom, hogy eltegyem ezeket a motoralkatrészeket egy javítási célzattal, ami szerintem fölösleges, mert... legközelebb szerintem készítek másik alkatrészt, ami majd ugye jobb lesz, vagy adjam el. Elég drágák, amíg ez pont nem lesz, úgyhogy... Meg ez is... Ó, nem, várjatok, ez olcsó, ez meg drága, érdekes. Akkor ezt szerintem be is zúzom, tudok jobbat csinálni. Ezt a kettőt viszont eladom. Mert ugye gondolom azért, mert ugye sok cucc van benne, tehát van benne elektromos alkatrész, van benne lámpa, van benne duct tape, úgyhogy ja, ezek mennek majd eladósdiba. A mining helmetet megtartom javítási célzattal, ez megint csak eladósdi. Összetudok már rakni egy alkát. Azt mondja, hogy stock, barrel? Nem. Valami még nincs meg. Parts. Várjátok. Na, nem pisztol. Alká. Ja igen, még egy része hiányzik ugye. Ja, a receiver nincs meg. Oké. Okay. Nem ugrott be, hogy mi nincs meg. Csak tudtam, hogy nincs meg valami. Akkor kell még egy alká receiver, és akkor lesz alkánk is. Van egy egész jó SMG-nk, bár nagyon túlságosan vegyes saláta itt a összetevők. De azt hiszem ez az egyetlen, mert lila alka... Nem, itt van még egy 600-as csőű pisztoly. Snipert is jó lenne már kézbe venni, de ez még elég lightos. Compound boat, azt majd összedobjuk. Mi? Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Na, ezt a néhány frame-et ezt eltesszük. Szerintem a mining helmetemet azt felfejlesztem kékké. Mit szóltok hozzá? Yes. Ahogy csináltam egy másik chest armort, mert azt hittem, hogy jobbat tudok csinálni, mint amin van. De nem. Ugyanúgy 300-as lett. Meg kicsit fejlesztünk rajta. Ennyi. Ezt is visszavesszük. Nope. Engedd el, hogy. Hey. Valamiért szaglatunk egy kicsit. Nincs is meg a 60 FPS-en. Valami van. Lehet, hogy update-el a gépen, vagy valami. Nem tudom. Ruhákat majd szépen összedobjuk. És van electric wire relay-ünk, amit majd a lámpáknál szerintem bőszen fogunk is használni. Szeretném most már lassan kivilágítani is a bázisomat, úgyhogy szerintem a következő részben megint csak építkezni fogunk egyet. Vagy kettőt. Megpróbálok majd szépen fényárba vonni mindent, a lehető legolcsóbb és értéktakarékosabb módon. Viszont jó lenne beszerezni legalább erre a célzatra egy napelemet. Már csak azért is, hogy legalább a világítás állandó legyen. És ne kelljen hozzá benzint égetni. Lényeg a lényeg, ennyi fért bele a mai epizódba, srácok. Remélem, hogy élveztétek és tetszett. Nekem nagyon bejött az új épület. Írjátok le kommentben, hogy mit gondoltok róla. És ha úgy érzitek, hogy megérdemlem, dobjatok egy lájkot. A következő részig pedig kitartást kívánok. Sziasztok!